megtisztelnének, ha csatlakoznának. Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán, én Tamás vagyok, a mai videónk témája pedig nem más lesz, mint a kánon könyvek idővonala. Ehhez forrásanyagnak a Wikipedia ide vonatkozó lapját használtam, azért, mert ugyanez egy fansite, mégis világszinten a Star Wars rajongók körében ez az egyik legjobban elfogadott oldal, mind a szerkesztők száma és a szerkesztések gyakorisága szempontjából. Konkrétan az ide vonatkozó lapnak a tematikájával nem teljesen értek egyet, ugyanis ezen az idővonalon a könyvek az alapján vannak sorba téve, hogy az adott történetnek melyik a legkorábban játszódó szakasza. Ezzel csak az egy probléma van, hogy rengeteg olyan könyv jelent meg, aminek csak egy nagyon rövid, vagy pedig jelentéktelen része játszódik a fő történethez képest jóval korábban, míg a lényegi rész akár évtizedekkel később játszódik. Amikor ilyennel találkozunk, azt azonnal jelezni fogom nektek. Korábban a képregények kapcsán már csináltam egy ilyen kiadvány összehasonlítást külföldön és itthon. Arra gondoltam, mikor máskor beszélnék nektek ugyanerről a könyvek kapcsán, hanem most. Szóval az idővonal előtt nézzük még ezt. Külföldön három kategóriában jelennek meg a könyvek. Ifjúsági regények, fiatal felnőtteknek szóló regények és regények. Értelemszerűen a regények inkább a felnőtt korosztályt célozzák meg, a fiatal felnőttek kategóriája a 18-20 éveseknek szól, az ifjúsági regények pedig a tinédzsereket szólítják meg. Itthon a fiatal felnőtteknek és a felnőtteknek szóló regényeket nem veszik külön kategóriába, ezeket a Szukics kiadó jelenteti meg, a klasszikus ifjúsági regényeket pedig a Kolibri adja ki. Az idővonal első szakasza nem is olyan régen bejelentett High Republic éra, amiről azt kell tudni, hogy 200 évvel a Baljós Árnyak előtt játszódik, és ebben az időszakban a Jedik a köztársaság határait őrizték, apropó a galaxis ekkor még jóval kisebbnek számított, hiszen a külső peremvidék nagy része ekkor még teljesen feltérképezetlen volt. Kulcs szerepet játszik ennek az időszaknak a fő történetében egy galaktikus méreteket öltő katasztrófa, kataklizma, ami valamilyen úton módon a hiperűrhöz kapcsolódik. A Jedik fő ellenségei pedig a nihileknek nevezett űrvikingek lesznek. Egyes pletykák szerint a nevük alapján ők kapcsolatba hozhatók a legendákban szereplő Darth Nihilusszal vagy Nihilisszel. Eddig három könyvet jelentettek be, ami ebben a korszakban játszódik, amiből az első a Light of the Jedi Charles Soule-tól. Róla azt érdemes tudni, hogy jelenleg ő az egyik top Star Wars író, aki eddig főként képregényekkel foglalkozott, de a referenciája között szerepel a Darth Vader, a Sith Sötét Nagyura, a Kylo Ren kora, és kevesen tudják, de az Electronic Arts Battlefront 2 játéka is. A három regény közül erről tudjuk a legkevesebbet, ami biztos, hogy a könyv borítóján egy Avar Chris nevű Jedi lovagot láthatunk, aki az előbb említett Kylo Ren kora képregényben egy holokromban már megjelent, illetve a háttérben a Starlight Beacon nevű Jedi űrállomást láthatjuk. A második regény Justina Ireland-től a Test of Courage, ami egy fiatalabb korosztályt megcélzó könyv lesz. A történetéről annyit tudunk, hogy egy Ernest Rowe nevű Jedi padawan a főszereplőnk, akinek az űrhajója kisiklik a hipertérből, és egy dzsungelbolygón reked a csapatával, és itt kell túlélniük és alkalmazkodniuk az itteni környezethez. A harmadik könyv az Into the Dark Claudia Gray-től. Ennek a sztoriáról annyit tudunk, hogy a főszereplő Reese Silas lesz, aki a Coruscantról a határvidék felé utazik, amikor szintén az ő űrhajója is egyszer csak kiszakad a hipertérből, és több más Jedivel egy rejtélyes, elhagyatott űrállomásra kerülnek, ahol furcsa dolgok történnek velük, így a figyelmük arra irányul, hogy ezeknek utána járjanak és kiderítsék az igazságot. Claudia Gray-ről azért még érdemes tudni, hogy Soule mellett ő a másik top Star Wars író, aki eddig olyan alkotásokat rakott le az asztalra, mint az Elveszett Csillagok, a Vérvonal, illetve a Mester és Tanítványa, amelyekből mind a három óriási sikereket ért el. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen fölül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!